Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatosan szép pénteket, remélhetőleg egy dolgos hét nap és satöbbi végén egy kis kikapcsoló Cyberpunk élő adás sorozat, szem és fültanúi lehettek mindannyian. Srácok, nem fogok kertelni meg ilyen dolgok, én ezer felé vagyok, tehát azt sem tudom, hogy hol áll a fejem, annyi minden van, így az elmúlt 48 óra túl sok újdonságot tartalmazott, amiket azonnal meg kellett oldjak. Többek között ezért sem volt tegnap stream, hiszen muszáj voltam például itthon is segíteni. Drága asszonykám betegeskedik egy kicsit, úgyhogy kicsit apunak segítenie kellett. Úgyhogy, na mi, tehát... Jó, de megpróbálok a lehető legnagyobb fókusszal most erre az időszakra ide koncentrálni, és folytatni tovább a szájba. Ja, hát közben a gyerek is oltást kapott, a gyereknek is hőemelkedése, mindegy. Az én hétköznapi problémáim valószínűleg mindannyiótaknál megvannak valamilyen formában, tehát hogy ez semennyire nem különleges, mert mindannyiunk élete erről a szívásról szól, de szóval, na, lényeg az, hogy de péntek van, még egy nap a hétvégéig, úgyhogy én is, mint minden jó munkás ember, most leülök ide, szépen összeszedem magam, és csinálok nektek egy szórakoztató adást. Elvileg most délelőtt, és most délután is Cyberpunk-kal. Hát ugye indi játszani akartam most délelőtt, de hát, hogy mit akartam? A pingvin meg repülni akart, de hát, no. Úgyhogy remélem nektek faszában és simábban alakult a hét, mint nekem, de belevetjük magunkat Night City világába, már nincs sok hátra. Megszellőztetném, hogy main küldetésezni fogunk, vagy mellékküldetésezni, de gyakorlatilag egy olyan pontjára jutottunk a játéknak, hogy így a játék dönti el, hogy mit csináljunk, úgyhogy a játékot fogjuk követni. Jó? Köszönöm szépen Marteának a Prime-os feliratkozást, Potosifa neked a 10 hónapot, Richvan a fél évet, Zalán a 9-et, nagyon-nagyon szépen köszi, srácok! Pereg a hype vonat! Figyelem, figyelem! Mi meg elkezdjük! Haló? Túl korán nyomtam rá a váltásra, a play gombra meg túl későn. Prematurális színváltás történt, de már ott van, nyugi. Minden működik. Szia, Zsuz, hello, hello. Olvastam elsőre is, szia. Üdv, Hirx, csőcső. Szevasztok. No. It's on. Az ember azt gondolná, hogy így egy hónap alatt megszoktam a nyelvátállítást a játék indításnál, de nem. Ezt nem magyarázta meg érdekes módon a CEO-ja a CD Projekt Rednek, hogy hát PC verzióval foglalkoztunk, de a nyelvátállításra nem volt idő. Arra nem volt idő. Isti, köszi neked is a 39-et. Szia! No! Let's continue, ugye? Ott hagytuk abba, hogy mindenkire várnunk kell gyakorlatilag, tehát elvileg a main story-t az Takemurával folytatjuk, ha majd ugyebár rám telefonál, de hát ugye bosszút esküdött ellenem, ami itt a játék közepén megvárattam őt 40 órán keresztül, ezért ő se hajlandó fölhívni engem. Mellékküldetésben is várnom kell, csak a bunyós meg a pszichós mellékküldetések vannak, amit gyanítom már nem fogunk megcsinálni, remélem ezzel túl nagy story-t nem vesztünk. Illetve hát a Monk. Tényleg, a Monk. A folyamatosan ellát minket feladattal a Monk, csak most fogalmam sincs hova ment. Azt hiszem ez a Monkos küldetés most. Felfedezetlen. Akkor lehet, hogy nem ez a Monkos küldetés. Nézem a kérdőjeleket. De valószínűleg az lesz az, amúgy. Oda megyünk, aztán meglátjuk. Egy jó kis meditációval, hogyha elindítjuk a mai pergetést, az teljesen jó lesz szerintem. Hát, amúgy egy kicsit így utána néztem a dolgoknak, és az igazság, hogy a legutóbbi streamben gyakorlatilag végtelenül fasz voltam. Tehát, hogy volt ez a küldetés, hogy be kellett hatoljunk erre a bázisra. Most kiderült, hogy eleve fasz voltam, mert azt mondtam Takemurának, hogy ő scoutolja a bázist nyugodtan, velem meg ne törődjön. Hát így kiderült, hogy ezzel gyakorlatilag egy teljesen fontos részt kihagytam.
mert hogy Takemurával közösen le lehetett volna scoutolni ezt a gyárat, és akkor egy csomó mindent megtudtam volna Takemuráról, meg egy csomó ilyen bejutási opciót is megtudtam volna. Tehát az a lényeg, hogy az előző küldetést, amivel a legutóbbi streamet abba hagytuk, ezt a behatolást erre a bázisra, azt totál elbasztam, mert az sokkal érdekesebb lehetett volna. Úgyhogy sorry. De hát látjátok, ezért kell játszani a videójátékkal nektek is, mert ha ti nem vagytok olyan hülyék, mint én, akkor nem skippelitek el a fontos részt. De a játék többi részét legalább normálisan megcsináltuk, de ez az egy küldetés, ez... Itt egy kicsit lemaradtam a lényegről. Nem fogjuk újból megcsinálni, nincs az az Isten. Így 55-60 órával a játszásban így azt mondom, hogy ennyi hiba belefél. Na. Oda le kell mennünk a Favelinho-ba. Favela time. Hát én tudok egyről... Néha a rossz döntéseket meg kell hozni ahhoz, hogy... Azaz, a milyen rossz döntés, hülye vagy? Hát parkúros vagyok. Jó, át tudunk odaugrani valahova szerintetek? Fogadnátok nagyobb pénzösszegben, hogy ez nekem sikerülni fog? Nem sikerül... Nyugi, semmi gond. V, we got data from Jotaro's private server. Found out who's been procuring people for his recordings. Meet Jay Hume. Human trafficker and bona fide piece of shit. Jaj, csúnya szót mondod. Check the sitch out for me. Deeds attached. Igen. Na várjál már egy pillanatot. Ez egy ilyen sima kis mellékküldetés. Ezt hogy nem találtam meg eddig? Ez eddig nem létezett effektíve? Jó, hát mit csináljuk meg? Zsoldos misszió. Figyelj, bemegyünk a nyomor negyedbe. Ezt nem tudom, hogy eddig nem volt elérhető, vagy csak én nem vettem észre. Szoszi! Egy ilyen emberkereskedő jellegű fiatalembert keresek, hogy golyót repítsek a fejébe. Ez egy random meló, szóval ez nem lesz olyan izgalmas, mert ezek a melók, ezek arról szólnak, ugye ezeket csináltam a karácsonyi szünetben, hogy keresd meg a gonosz bácsit, és öld meg. Na, behatolunk itt a banditák rendszerébe, abba a pillanatba. Úgy, meg is pingeljük a banditákat. Itt te vagy itt egyedül? Ja nem, ott vannak. Találd meg Jia Hyunt a nyomornegyed korlátozás alá első részében. De ide beengednek, vagy itt lelőnek, haló? Aha, ők itt nem szeretnek engem. Na, akkor inasba rakjuk őket. Mehet a hekkelés? Abban a piacban. Azok elég gyorsan meghaltak. Jó. Az is megkapta a fertőzést. Várjál, tényleg mit csináljak veled? Túlmelegítés. Nagyon jó. Te, hogy gyilkold meg magad. Nagyon jó. Nagyobb ellenállást nem tanúsítanak az emberek. Rövid zárlat. Ott is vannak egy páran. Ráküldünk egy kiberpszichózis. Lője le a társait. Én meg addig besétálok kényelmesen. Remélem a quest lényegét adó embert nem öltem meg. Jaj, nézd meg, itt még valaki él. Adok neked egy fertőzést ajándékba, tessék. Addig ezt meghekkelem. Gyenge az immunrendszere az ellenfeleknek, hát... Azért kifarmolni az alapanyagokat ezekre a legendás hackekre igencsak megérte az igazság, srácok. Egy C úgy. Szuper jó. Ajaj, hát ott még ilyen sniper van. Kicsit gyújtsuk fel, az nem ártat neki. Ott is van valami fiatalember, azt kapja rövid zárlatot. Ja, ő a quest mod. Hát... Nagy tűzharcba nem kellett keveredjek, az, az igazság, hogy... Kösz szépen, hogy jöhettem. Hát elegánsan oldottuk meg, érted? Azért ennyi játék... Nézd meg, túl vagyok terhelve. Mikor lootoltunk ennyit? Na jó. Akkor szétszedegető professzor. Bár lehet, hogy el kéne adjam a cuccokat. Mert ugye nincs pénzünk. Na akkor elmegyünk a boltba, eladjuk a cuccokat.
Bár nyersanyag is kell ugye a legendás fejlesztésekhez. De most már 20-as az intelligenciám, úgyhogy meg kéne venni 40 ezerére a még durvább modot. Na, egy legendás fegyverrecept. Kiváló. Ezt is fölvesszük, azt is fölvesszük. Azt is lootoljuk. Itt még van egy antenna, azt feltörjük igényesen. Aztán itt se vagyunk. Én lehetnék a főbossz a játékban. Hát, amúgy... Még lehetek? Elrontottam. Mindegy, megoldottuk amennyire lehet. Jó. Na kap egy íkok, én leléptem. Jay Hume's dead. And here I thought nothing would cheer me up today. Hát igen. Great. Kapta. Consider the gig closed. Na hát ilyenek ezek a random melléküldetések. Menj X helyre és intézd el a gonoszakat. Szintlépés. Jó, úgy az testre pakolgatjuk a dolgokat. 25%-a növel a kitérést újratöltés közben. Csak ez... Nincs olyan sok jó izé ezen a szinten. Van még valami intbe, ami kellhet nekem. Annyira ezek se jönnek be. Azt hiszem, hogy vannak ilyen, a nyugalomnál még lehet, hogy vannak ilyen crit dolgok. De lopakodni nem szoktam. Hidegvér. Egy ellenség legyőzése után 10 másodpercig hidegvért kapsz, ami 200%-kal növeli a mozgási sebességed. Hmm. Mondjuk ez nem rossz, de... Várjatok, van még a craftnál egy olyan, amit kiszedhetünk, amit nem szedtem ki. Igen, hogy a craftol dolgok nagyobb sérülést okoznak. Kivesszük ezt. Mert hogyha lecraftoljuk majd a legendás dolgokat, akkor az még jól jöhet. Van még egy pontom. Gyártott fegyverek nagyobb sebzést okoznak. Betörés protokollnál vannak finomságok? Majd megnézzük azt is, Hirx. Köszönöm szépen. Jó. Hol a monk? Tudom, hova megyünk. Megnézzük, hogy Kó ad-e új küldetést. Kéne nekem egy gyors utazási pont. Meglátjuk Takemura, mikor telefonál. Ja nem, boltba kell menni, tényleg. Boltba, boltba, boltba. De bolt az van ott is, úgyhogy oda megyünk. Célállomás. Ez a megaépületünk? Melyik az én megaépületem? De jó, hogy nem jelöltem ki. Ez az. Fő missionben azt írja, hogy tudok még további infót szerezni? Na, mindjárt megnézem. Fendi, köszönöm a cheert egyébként, Gabesz, Dedai és Zolk is, nektek is. Nagyon-nagyon szépen köszi a supportot, srácok. Van egy fegyverbolt a lakásomnál, ugye? Jól emlékszem, csak nem tudom melyik szinten van. Take a pulsar to a job like this, are you stupid? Ott. Where'd you think these prices come from? Slagy, slagy, slagy. Just be happy it's only your hand. Slagy, slagy, slagy. Nem is azt kellett kijelöljem, de mindegy. Ez kell nekem. Csőviszom. Na. Mennyi pénzt adsz ezekért? Adjam el a moxot. Azt inkább szét kéne szedni anyag, alapanyagokra. Peregjen. Sirius Alias, köszi a subgiftet Lightbuzznak. Nem érdemli meg, és troson köszi az 5 hónapot. Annyira sok pénzt nem adnak a fegyverekért, hogy őszinte legyek. Itt a legendás katana, vagy mi ikonikus katana, amit ugye elhoztunk a pimpelős misszióból. Gránátok. El lehet adni. Lófütyöt nem érnek a gránátok se. Olyan baromi sok pénzt azért nem lehet betárazni az eladásokból. Ami mondjuk érthető, meg nem baj.
Eladok pár scope-ot, amiket úgyse fogok használni. Crit modok. Nem, nem is kellenek ezek a sima scope-ok. Mehetnek a levesbe. Jó. Jó. Köszi, Wilson, egy élmény volt. Na nézzük, ruhák. Úristen, micsoda szamuráj fejesek. Na most már le nem rohad a fejemről ez a köténke. Teherbírás páncél, jó. Szemüveg helyett. Ú, ez egy jobb szemüveg, de ebben nincsen mocslot. Kang Tao Mangan szemkészlet. Nope, nope, nope. Nem cserélem le, mert ebben nincsen mocslot. És úgy nem jobb. Marad a szemcsink is. Tartós militek gyakorló kezes lábas, az se kell. A pólóm az meg soha nem lesz jobb ennél. Szamurájos pólónál. Gatyesz. Az se kell. És cipellő. Az se kell. Micsoda, van ebbe egy 15% krites mod? Haló? Azt abba a pillanatba. Itt szentsed be oda. Úgy. 15%-kal nőtt a kritem. Haló, az egy kicsit OP. Ja, 38% crit chance. Az igen. Jó van. Szeretek kritelni, az egy kellemes érzés, amikor kritelek. Jó, ezeket szét lehet szedni. Ezt is szét lehet szedni. Fegyvereket szétszedem, nem... De várja, hol vannak a... Ott van. Nem kell a mox, rip, nem kell a katana se, rip. Jó. Rendet raktunk az inventoringba. És egyelőre nem fejlesztek semmit, így is OP-k vagyunk. Ne könnyítsük tovább a játékot. Na. Szóval a főküldetés, várj további infók után, vagy várj, amíg Takemura kész nem lesz. Ja, hogy járj további információk után. Hát hogy járjak további információk után? Hát ne idegesítse. Lemegyek ide Kóhoz. Ő majd megmondja, hogy jönnek az alienek, aztán, hogy kell őket legyőzni. A katonát és a katonát ne keverjük, igen. Ez nem mindegy. Nem szoktam a... Igen, tudom, hogy a lakásomban a rejtek helybe ki lehet rakni a fegyvereket, és akkor ott az így jó. De nem. Zefran. De igen, amúgy, amit Zefran mond, ki lehet rakni a lakásba az ikonikus fegyvereket így a falra, a fegyvertárba. De én nem ilyen jellegű fiatal ember vagyok. Köszönöm szépen a híradós információt. Én továbbra is állítom, hogy 2077-re az ennél jobb lifteket kell csinálni. Tehát ha valami, akkor ez. Na. Lássuk, kapunk-e új információkat a világ végével kapcsolatban. Drága streamer kollégától. Várjál, rossz fele mentem. Nem is ő van kijelölve? Halló? Nem, jó helyen vagyok. Igen. De most komolyan idejöttem erre, alszol? Hát szépen vagyunk. Idejöttem, hogy mesélj a világ végéről, Geri, aztán alszol. Megpróbáljuk pörgetni az időt, hát ha. Most van reggel 7. Egy jó 7:30. Geri? No. Hát akkor erről ennyit. Oké. Milyen melók vannak még, srácok? Kiberpszichó. Mi az Isten, de hol a monk? Két profécia között meg kell pihennie.
Ez a bugos melléküldetés. Jármű, jármű, kiberpszichó, mert nincs mit csináljak, most kezdjem elölni a kiberpszichókat. Bunyó, kiberpszichó. Mellékes meló. Ezt miért nem csinált? Lehet, hogy ez lesz a monk. Nem tudom. Jó, menjünk oda. Ott már voltunk Hirksza a körforgalomnál. Az a rész már megvolt. Hogy nem tudod, az bunkó tírpákra... Ne, csak viccel. Ott lesz, ahol most jelöltem. Köszi, kutuska. Reméljük. Nem gondoltam volna, hogy ennyire el fog kapni ez a játék, hogy ennyi mindent megcsinálok benne, de végül is örülök, hogy így döntöttem. Sok hibája ellenére azért megmentették azok a dolgok, amik jók a játékban. Ja, tudom, hogy lehet úgy viszonylag könnyen pénzt csinálni, hogy a zöld alapanyagokból gyártott tárgyakat eladjuk, de sose akartam ilyen massz kraftolással pénzt szerezni, mert ennyi erővel ott van a izé bug is. Az automatából kiszedhető cuccok bugja. Meg ezek. Micsoda kilátó. Ott van. Vazeg, ez a kilátó végig itt volt, és még itt se jártunk. Ott van a Monkey Monk. Annyi rejtett zuga van ennek a városnak. Rohadt jó. Na, készen állok, mester. No, starting to get used to these little meetings. I sense you have many questions. I may answer only one. Várjál, most mit kérdezzünk tőle? Mit tanít nekem? Ki vagy? Miért tűnsz el folyton? Tudod, mi történik velem? Azt harmadikat akarom megkérdezni. You know what's happening to me, don't you? Érzi az erővel. Ő egy Jedi mester amúgy. You have two souls within you. Tudja. One wants to fight. The other is afraid. Igen. Which one's mine? Both. Ooh, the deep. Are you ready for the final meditation technique? Az utolsó meditáció, chat. The last one. Álljatok készen. Most megvilágosodunk. Yes. It will cost however much you want. Mennyi pénzt adjunk neki? 610. Mehet. Végig kifizettem, most már nem hátrálok meg. Hope this will do. I will guide you through the meditation. Na ez az, szellemüljünk át, jó? Nyissátok meg a csakráitokat, srácok. This is a meditation of the air element. A levegőt fogjuk beszívni. We are in the mountains, heading toward the peak. We squeeze between two boulders. On the first boulder. Nem túl lebilincselő ez a kép, amit látok. The air passes through every fiber of this eagle. Spirit of the air, primordial wind, I send you greetings. Ős szél. We are of one blood, you and I. You are within me, and I am within you. Benned vagyok. Without you, life would not last even a few minutes. So vital are you to us. Oh, great spirit of the air, please cleanse my body and soul. Relinquish pain, sickness, the negative energy, negative people, worlds. Takarítsd el a chatről az agyhalottakat, levegő szellem. Ez az. Give me health, wisdom, knowledge. Igen, lehet, hogy ez a szemhéjam belülről. I am an eagle. The wind cushions my wings, caresses my feathers, enters every fiber of my body, fills the spaces of every atom and molecule. Behatol a testembe. The wind cleanses the body, the soul, and the subtle body. Mi az a szubtilis test?
Circling upwards, we rise up high. We feel lightness, purity, joy. Mindenki lótusz ülésbe van, remélem. Nézd meg, Sanchika elrontotta. Megtörte az egyesülésünket a levegőbe. Köszi. We thank you, spirit of the air, with our mind, body and soul. Köszönjük, levegő szellem. Arigato. Ez amúgy bugolt, vagy így ennek a természetképnek kellett volna megjelennie? Tehát, jó. Megint eltűnt. Johnny? And he is gone. At least he left something. Itt hagyott egy oltár. Fuck, I feel like a dog shit. Na mi van, John? There was a Zen master here, and poof, he vanished like that. Szerintem csak elbújt a szikla mögé. He taught me how to meditate. It was kind of weird. Not my scene. Go and talk to Misty if it bothers you. Yeah, good idea. Huh. Itt hagyott egy oltárt, egy Beelzebub meséi, templom tanításai. Oké. Okay. Hát, befogadtuk az elemeket. Na most amúgy a mély tanulságot úgyse fogom megérteni, mert ahhoz fogyatékos vagyok. De amúgy abból a szempontból jó volt ez a monkos misszió, hogy egy kis ilyen zen tanítást belecsempésztek a játékba, hogy így a négy elemmel így egyesültünk. Így vártam valami nagy csattanót a végére, hogy így valami lesz, de hát nem lett. Vagy el kéne olvasnom a szilánkot, amit kaptam. Vagy megnézni az oltárt, amit kaptam. De érdekes volt. Oltár, ezt sose fogom megtalálni, mi? Oltár. Zenmester oltára. $1 ér. Jó. Szia, Nara. Hello, hello. És most tényleg el tudok menni Mistyvel beszélgetni? Jármű. Gyepa. Saját lakás. Nope. Nincs új küldetése, ahogy nézem. Oké. Okay. Legalább ér valamit. Hát arra gondoltam, hogy kapunk valami ilyen szuper misztikus oltárt, ami 40 milliót ér. És a türelmem jutalma rengeteg pénz lesz. Nem jelzi a térképen, de tudsz beszélni Mistyvel róla. Tényleg? Akkor elmegyünk Mistyhez. Akkor már beszélünk a Chaisival a spirituális élményeinkről. Na, nyugi. Ugye, ha valaki esetleg nem emlékszik, Misty Jackie-nek a barátnője volt, és ilyen full 420 spiritista ő is, meg minden, ő érti ezeket a dolgokat. Benem, hogy van? Hát kíva... Nézd meg, kíva ninja! The parade will soon start. I will wait where we met before. By the stalls. Just stay out of trouble, okay? Kezdődik. Kezdődik a nagy missziónk, srácok. Jön a felvonulás. Na gyorsan elugrunk Mistyhez, aztán annyira vonulunk fel, hogy csak na. Eci meg így rossz helyre portoltam. Esküszöm, megőrülök, bazd meg. Hogy ezt kitalálta ki, hogy ugyanazzal... Nem vagyok ideges, nyugalom, srác. Minden rendben van. Féltem, hogy rossz helyre portolok, és egyből elindul a fő misszió, de nincs baj. Minden rendben van. Everything's alright. Jó, hol vagyok? Remélem, jól emlékszem, hogy Misty itt van. Oh, felkelt Gary! Your executives, your leaders.
But they are not human, no. But then what, you ask? Reptilians! Gyík emberek, azaz Gary. You can recognize... Várjátok, kijelölöm a missziót gyorsan. ...them by their cold blue eyes. Creatures born centuries ago on the Antarctic ice sheet. They hide their true faces under masks of human skin. Two-faced snakes, oppressors of humanity! Az elnök is gyík ember. You think President Myers is one of them? Why so many shootings? Why do countless die on the streets as the police do nothing? What human would condemn his brethren to such suffering? And why? And where did this filth slither out from, you ask? Antarctica, you said that already. Igen. Today they hide amidst the snow and ice of the South Pole. A déli sarkokról jönnek. Usurping our crown as creation's chosen. Millions of years ago they evolved from dinosaurs. A dínókból fejlődtek ki a gyík emberek, akik a háttérhatalomként irányították a világot. En milyen jókat mond ez a Gary. Come the world's first advanced intelligent race. And who is their progenitor? Their masters? The scientists of Alpha Centauri! Ez így igaz. Ez szóró. Ezt én is így tudom. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Én látom az igazságot. Will you provide a humble donation so that I may continue my mission? Ó, Istenem, tessék! You do good work. Use this to wake Night City. Minden egyes alkalommal kifizetjük. Thank you for your devotion. I saw a disciple of truth in you from the very beginning. Az igazságért küzdök, így van. Radio waves bear the truth. Jó, hát még egy kicsit többet megtudhattunk. Misty? Itt van Misty. Hello! Jackie gave you these cards, right? I remember when he asked me to help him pick the right deck. Mm-hmm. He picked just the thing for me, too. I feel a real connection to this deck. We could lay out a spread for you now, if you like. Persze, kérek, ez ilyen jóslós kártya, ugye? Yeah. Why the hell not? Mehet. Focus on the recent past and what you expect the hermit. In solitude, he discovers the truth about himself and the world. Nem is raktál le semmit az asztalon. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you, or someone who shows you kindness. De nincs nálad kártya, Misty, ez... Watch out. A reversed hierophant lurks in the darkness. He brings crisis, both in life and authority. Rebellion and fanaticism. He is a grave threat. Igen? De tegyél már egy kártya. De hát hazudol. Hát nincs... A devil reversed. Az ördög. You will find yourself under the influence of powerful people with unclear motives. Ajjaj. Be very careful. Valaki befolyásolni akar. Igen? Az melyik? The tower. A torony. You and everyone around you will experience a great shock. Igen. When the tower falls, nothing will be the same again. Te ilyen hamis kártyás vagy? Thanks for the heads up, Misty. I'll watch out. Milyen zöld szeme van. I'm glad you understand. Na, hát... You wanna read my tarot? Ne, nem. Sure thing. De nem akar, rosszra nyomtam. Ne kártyázzál még egyet, megőrülök, ha még egyszer elmond. Jó, no. Rosszra nyomtam, bocs, srácok. Jó, a remete, a főpap, az ördög és a torony. Ezek a tarot kártyáim. Thank. I'm glad you under... Na. A Zen mesterről kérdezzük, igen. You ever run into a guy who calls himself a Zen master? No, but I've heard of him. He try and give you some meditation BDs? El is adott nekem. Then he disappeared. All I found was his clothes. And that worries you. Húcéra rohangált. The way he was talking, it was like he knew about Johnny. He didn't say anything directly, but... Maybe you just took his teachings too close to heart. Yeah, maybe. Any case, if you see him again, send him to me. You want to meditate too? No, want to read his tarot. Jó van, hát ha legközelebb látom, akkor elmondom, mi a szituáció. Köszönöm szépen, Misty, egy áldás vagy, egy igazi tündér.
Na, mehet a főküldetés, srácok. Abban a pillanatban felvonulás, abban a pillanatban elintézzük a találkozót az Arasaka leányzóval. Majdnem. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz epikus ez a főküldetés, mert eléggé annak hangzik amúgy. A kereső szavakat a Google helyett Takemura SMS-ben ír ide. Takemura kajálni akar, és SMS-be küldte el a kereső szavakat, amiket... Ja, Isten. Ez egy kiváló messenger beszélgetés volt. Édes Istenem, emlékeztek a selfish képre? Csávóval. Most meg csórikám nem tudta, hogy hogy kell googlezni. Édes Istenem, Takemura egy igazi boomer. Ezek az apró hülyeségek a játék, vagy édes Istenem. Elküldi a Google-s keresőszavakat a kajáldákra SMS-be. Kész. Na. Úgy. Mert az akcentus misszió, igen, igen. Ja. Jó látni amúgy, hogy a víz Pokémon gyűjtőből jósnő lett. Misty. Na. Takemura-sama. No Dragon Ball de Arasaka bum bum chichu de Yabaro. Hello? Mi dobtál le? Just in time. Ne szemeteljél már. Hey, Goro. Wow, you look like a million Eddies. Is that so? That is not how I feel. I ate what you call a scab burger. Tempe burger. And what do you think? Tasty? Ask the people below. The parade will soon begin. I adjusted the data from Okada-san. Akadasan. I advise you to examine it yourself. Mutassad száma. To begin with, the malware works. Truly, much better than I anticipated. Aha, működik a vírus a repülőm. I observe the CCTV and I know where the sniper positions are. Aha. Tudjuk, hol vannak a sniperek. You must make each harmless before they do the same to me. Okay. There are many ways to reach them. The first is nearby. He should not be a problem. The second is worse. You will have to climb. Nem baj, jó vagyok parkűrözésben, sose esek. He hides on the footbridge over the street. We are here. Hanako-sama's platform will stop here, close to the emergency exit we will use when all is done. Mm-hmm. From these points, you will have a clear view of the parade. But the snipers will see things even better. Jó, van, leszedem a snipereket. Bang! No more thief. If this sounds dangerous, consider that I must leap to the float, enter through a window and meet Hanako-sama. Jó van, ne sajnáltasd magad, Goro. The last is what I fear the most. Is all this clear? Are you ready? Készen állok, testvér. És te készen állsz? I'm ready. Question is, are you? I formed this plan, did I not? All the while ignoring one crucial element. Your friend, Oda. Oda is a man of honor. He would not dare raise his hand against me. Mm-hmm. Játára kíváncsi leszek. You're gonna be dropping in on Hanako by surprise. You have a point. Instinct and reflexes win out at the moments like this. Hát igen, legyél óvatos, légy szíves. So I can only hope that I am still faster than he is. Na jó.
Stay safe, Goro. Srácok, le kell szednünk a snipereket, hogy Goro felosonhasson az Arasaka főnök lányának. Vagy hát most már a mostani Arasaka főnök testvérének a hajójára. És reméljük, hogy sikeresen leadja a drótot. Remember to be careful what you will face Arasaka drones. I also spotted the Netrunner in an Arasaka uniform. She's somewhere hidden. Okay, good Jézusom, milyen rohadt jól néz ki. You must reach all snipers before Hanako-sama's float appears. Ja, hogy siet, nem kell, bassza meg. De várjál, itt van egy hacker is. Hát honnan tudjam, hogy ki a hacker? Ó, anyám. Na jó, nyugi. Megoldok mindent. Három sniper. Töm-t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 öm. De hogy fogom kiszúrni, hogy ki a hacker a tömegbe? Ez civilnek néz ki. Töm-töm-töm-töm. Úristen, srácok, itt akkora blaba lesz ebből, már látom. Jazz beef. Just a juxtaposition of the masses celebrating. Ez az a hajó, ami kell nekünk? Nem, ez egy ilyen. Amúgy ez ugyanolyan, mint Amerikában ezek a nagy felvonulások. Vagy például Brazíliában. Csak a levegőbe. Nem, én nem futok bele a hackerbe, bassza meg. De kurva jól néz ki, amúgy. He's almost in front of you. He's watching the crowd, not his back. Oh no, what hit him? Dem, 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 dem. It's on, srácok. Várjatok, a csapdákat ki kell kapcsolni. Én nem tudom meghackelni a csapdát. Ah, itt közel. Dem, 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 dem. Dem, 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 dem. Nagyon félek, hogy elbaszom. Aha. No need to explain, sir. Yes, I fully understand. I'll take care of it personally. Üzenetek. Hálózat, semmi. Csak simán feltörjük gyorsan. Nem jó sehogy, bazzeng. Ez jó kezdés. Már látom, hogy jól fog menni ez a misszió. Nyugalom, srácok, nyugalom. Rögtönzünk. OP vagyok, értitek? Nem tudom elrontani. Nem látok semmit, haló. Ja, hogy erre is lehetett volna jönni. Milyen jó, hogy utólag felfedezem a kerülő utakat, nem? Ott van a sniper-ó. Törjünk be a rendszerbe gyorsan. Úgy tudom terhelni. Ó, nem tudom, meghekke? Várjál. Snipert jelölt ki, azaz. Hát figyeljetek, puk! Abort, I repeat, abort. She's holding binoculars. Collect the junkie. You got the one closer. Ennyi. Now you must leap to the balcony by the green arrow and take the elevator. Take the footbridge at the top to cross the street. Nyugalom, Goro, csinálom. Sima ügy. Mi miatt aggódtatok?
Oké. Melyik erkélyre kell menjek? This is important. Odai is speaking to someone. Igen? I am linking you in. We both can listen. Na, mutasd. Again, security is substandard. It meets none of our norms. Hanako-sama should not be here. You questioning Yorinobu's orders. Do your damn job. Hogy jutok át a túloldalra? Understood. Over and out. Aha, ott láttak menni. It is just as we expected. Oda is here. I will contact you with any news. Jó van, köztese. Tudom, hogy elmondta telefonon a csávó, hogy hova kell kiugorjak, és szégyen gyalázat, hogy nem figyeltem. Mármint, hogy figyeltem, csak már elfelejtettem. Át kell jussak a túloldalra. Azaz. Ez egy kicsit se feltűnő most, amit csinálok, úgy. Bazd meg. Szóval ezért mondtátok, hogy mentsek sűrűn. Oké. Okay. Ezt csak azért csináltam, hogy meghallgathassam újra, hogy mit javasol a fiatal ember, hogy merre menjek. Jó, tegye fel a kezét chaten, aki ezt nem baszta el a saját végjátszásába. Erkély a zöld nyíja mellett. Igen, így ezt mondja. De valami gyalogos híd kell. De hát ott akar átvinni. De ott meglát a sniperó. A nyugalom. Profi vagyok. I don't know how to open that. Look for another way. As I said, get to the balcony with the green arrow. The sniper will be yours. Jó van, bazd meg, nem vagyok hülye. Ne segítsetek, megoldom. De hát az a zöld nyilas erkély ott fölöttem. Szia, Dana. A nyugi. Nyugalom. Tehát mindenki tudja, hogy elképesztő intelligenciával rendelkezem, csak ez nem mindig mutatkozik meg. Hát ez a zöld nyilas erkély. Hát ez meg a liftet mutatja. Hát, hogyha lemegyek, de már lent vagyok. Mi van, hogyha kilövöm innen? Ez kicsit feltűnő? Na jó, még egyszer megjolózom, jó? Ja, várjatok, igen. A megírós dolog volt kijelölve, igen. De nem, ezt mutatta az előbb is. Aha. D, this is important. Odai is speaking to someone. Nem vagyok hülye, csak lassú vagyok fejbe. I know that borged out ogre. Adam fucking Smasher. Oh, igen. Azaz, a robot gép. Guy killed you, right? Guy, motherfucker's barely human. But hey, know what? I'm glad he's here. You're glad? Seeing as I woke up in a world without any Saburo, I'll have to be satisfied with Smasher. Szétnyírjuk a robot ember. You got satisfied? You got fuck all to lose. All right, fine. We. Your finger on the fucking trigger, I guess. Nyírjam ki? Azt akarod? Széjjel nyírom neked, mondjad. Robot embert. Ők elég vadorzónak néz ki. Johnny, nem fárad a lábad?
Pillanat, srácok. Uno momento. Itt vagyok, bocsánat, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Na. Try to reach the maintenance area. You can climb up from there. Aha. Jól van, nyugi, követem az instrukciókat. Utána szétölöm az Adam Smasher nevű robotembert. Én csak Adam Sandlernek hívom, de...